az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető van itt velünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát így Fed után, ami gyakorlatilag nagyobb helyen húját hozott a piacokra, mint azt gondoltuk, ugye azt hittük, hogy mindenki nagyon izgul, meg majd mi lesz. Közben lett is tapering, de nem lett belőle semmilyen probléma, sőt, mindenki fellélegzett. Hát hogy van ez? Hát durrantak a peskők, lehet örülni újra, hogy ugyan van egy kis tapering, de igazából a kamat emelés az még messze van, és egyébként is csupa olyan kijelentést tett a Fed, amivel azért adtam is, meg nem is alapon mindenkinek megpróbálta az igényeit kielégíteni, és hát ez gyakorlatilag a tőzsdéken abszolút lecsapódott, és mindenki újra belekezdett a nagy bevásárlásba, úgyhogy sorra dőlnek a rekordok. Ugye Amerikában is új rekordra mentek, a német index is új rekordon van, és a budapesti értéktőzés is nagyon közel van a mindenkori csúcsához. Ha jól emlékszem, 55.410 valamennyi volt, és most 55.375-ön vagyunk, tehát abszolút ott a kapujába, hogy új rekord legyen akár a mai napon. Ez egyébként most 0,8%-os emelkedést jelent a tegnapi záráshoz képest, és hát elsősorban az OTP az, ami most itt viszi a prímet, közel 1,5%-ot emelkedett a bankpapír, a mai napon 19.055 forinton van ebben a pillanatban, de a MOL 0,5%-os plusza is jól néz ki, 2742 forint, épp most ugrott 48-ra egyébként, és ugye fontos, hogy ez a két cég jelent holnap reggel, tehát itt még az is benne lehet, hogy alapvetően pozitív a várakozás a gyors jelentésükkel kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy az OTP és a MOL viheti ma a prímet az emelkedés tekintetébe, és forgalomban is úgy tűnik, hogy ez a két papír egyelőre kiemelkedik a többiek közül, de egyébként a Richter is szép pluszban van, 0,6%-kal 8.950 forinton volt az utolsó kötés, az M-Telekom az egyetlen a blue chipek közül, ami kicsit lemaradva most éppen a tegnapi záróáron 435 forinton áll. Akkor gondolom a kisebbeket sem nagyon bolygatják, amikor ilyen jól megy a nagy papíroknak, vagy igen? Hát azért kicsik közül vannak alul teljesítőek, a Cikpanonia például közel 2%-ot esett reggel, és a Graphisoft Park is mínuszban van 1,3%-kal, úgyhogy ott azért egy picit vegyesebb a kép, de például az autóval is és az Alteo is jól teljesít ma délelőtt. Nézzük meg a devizapiacot, mert nagyon izgalmas, nézegettem a Jerome Powell-nak a sajtótájékoztatóját, meg közben a dollár reakcióját, ugye semmi nem csinált semmit gyakorlatilag. Mindenki megnyugodott, mert még azt is mondta, ugye, hogy átmeneti az infláció, tehát nincs itt semmi látnivaló, kamatemelés, meg még az ablakba sincs. Viszont azt sem tudjuk, hogy Jerome marad-e, Jerome a helyén. Igen, hát az egy másik kérdés, de viszont most Ázsiában, meg Európában meg elkezdett erősödni a dollár, ott másképp gondolták. Hát hogy van ez? Igen, úgy tűnik, hogy az a dollár lendület, ami azért most már hónapok óta tart, az elég erős trendé alakult, és egy-egy ilyen kis Fed elnök bejelentés nem okozhat problémát ebbe. úgyhogy én azt várom egyébként, mint örök dollárbuli, hogy nekifutunk ennek az 1.15-ös, én azt gondolom, hogy lélektanilag is fontos színnek az euró-dollárba, és ha ezt sikerülne megkóstolni, akkor mindenképpen egy folytatódó és határozott dollár erősödés maradhat a piacon, úgyhogy alapvetően ez izgalmas lesz az euró-dollár szempontjából, de egyébként a forint is izgalmasan alakul, hiszen itt újabb erősödési lendület jött ma reggel, egészen 358-50-ig tudott robogni a forint, aztán egy picit megtorpant, és volt egy hirtelen visszarántás, de most úgy látom, hogy megint az erősödés fele kanyarodunk. Ugye itt a környező országok kamatemelései azért mindenképpen feladják a leckét majd az MNB-nek, hiszen tegnap ugye a lengyel jegybank egy meglepetésszerű 75 bázis
pontos kamatemelést hajtott végre, és ma pedig a cseheknél várható valami hasonló, a konszenzus 50 bázispont, de ott is benne van a pakli, na, hogy de akár most 75 legyen. Akkor a Magyar Nemzeti Bank Jerome a csehek és a lengyelek miatt nem kényszerülhet lépésre, szerinted? De én is azt gondolom, hogy abszolút... És az is ilyen brutális lehet? Hát ennyire brutális biztos, hogy nem. Ott inkább az a kérdés, hogy hajlandóak-e elszakadni ettől a 15 bázisponttól, amit ugye itt legutóbb láttunk, és talán egy picit csalódást is okozott. Hogyha ennek a mértékén emelnek, szerintem már az elégedettségre adhat okot, és forint erősödést hozhat újra. Hát jó, meglátjuk akkor, mi lesz ebből. Köszönjük a beszámolódat. Jó Köszönöm, munkát, szép napot. Szia, szia. Sziasztok. Buró Szilárddal, pénzügyi innovációs vezetővel néztük át, hogy így a Fed döntése után hogyan állnak a börzék. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.